A 60-ban és környékén több településen terjengő bűzzel kapcsolatban hívott össze lakossági fórumot 60 polgármestere, ahol elmondta, mit tett 60 jelenlegi vezetése a bűzkrízis ellen. Bűzcsapdákat helyeztek ki és bűznaplót vezetnek. Bűznapló, bűzmérés rendeltünk meg nyomonkövethetőség érdekében. Van itt nekem egy jegyzőkönyvem, amely a bűznaplóról szól, illetve a bűzmérésről szól. Ebben igazából arról van szó, ez egy szakértői vélemény, amely az önkormányzat bűznaplójáról szól. Ennek keretében rendszerezték a releváns lakossági panaszbejelentéseket 2017 áprilisától kezdődően, ezek túlnyomó többsége nem vitathatóan a lőrinci pernyehányon felül terjedő bűzt dokumentál. Sok újat nem lehetett megtudni Horváth Richárd hosszas monológiának lényege, amelyről egy hozzászóló meg is jegyezte, hogy kampánybeszédnek is beillene, hogy az önkormányzat a témában jogi értelemben eszköztelen. Ezt cáfolja a tény, hogy Szabó Zsolt polgármestersége idején mégis sikerült elérni a lőrinci lerakó működésének leállítását, majd a bíróság döntött úgy, hogy folytatódhat a tevékenység. A fórum végén aláírásokat kezdtek gyűjteni a szakhatás elleni tiltakozó résztvevőktől, és azt ígérték, hogy tovább gyűjtik a szignókat. Horváth Richárd fórum meghívásának nem tettek eleget a szakhatóságok, mivel folyamatban lévő ügyként nem nyilatkoznak egyelőre álláspontjukról, de a kormányhivatal tájékoztatót adott ki az ügyben röviddel a fórum előtt. Azt írják, a 60 térségében tapasztalt bűzhatással összefüggésbe hozható minden telep helyett ellenőrzött már az EGRI járási hivatal. Egy meg nem nevezett gazdálkodó szervezettel szemben indítottak eljárást, határozatban kötelezve bűzmérések elvégzésére és intézkedési terv benyújtására. A döntést azonban a cég megfellebezte. A bűznek egészségkárosító hatása nincs, tudatta szintén a Heves megyei kormányhivatal. Az ismeretlen eredetű szennyezőanyag mintája, amely a 60 és Lőrinci közigazgatási határán lévő hulladékhasznosító telep mellett jelent meg, laboratóriumi vizsgálat alatt van, benne a környezetvédelmi határértéket meghaladó szennyezést mutattak ki. A kárelhárítás zajlik, nem mutatták ki a szennyeződés jelenlétét talajvízben, felszíni vízben. A hatóság környezetkárosítás alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.